Hello, Lumtektől rendelt cuccok. Nézzük, van a csomagban. Két termosztár megvan, azért rendeltem kettőt, hogy legyen egy tartalékba, ha ne egy Isten elromlik, akkor szezonba legyen kéznél, a másikat pedig azért, mert az ismerőseim hozzám szoknak jönni, hogy adjak nekik, mert tudják, hogy nekem mindig van pluszba. A LED jelzőlámpái 582 forint darabja. Jelzőlámpával is elég lett volna egy, de gondoltam, ha rendelek, akkor kérek hármat, hát valamire jó lesz még. Az a jelzőlámpa szintén a fűtéshez kell, ugyanúgy, mint a csőtermosztát. Rá fogom kötni a vegyes tüzelésű kazán keringetőjére, hogy lássam, hogy megy-e a keringető, vagy sem. A rövid mutatok róla a videót. Csőtermosztát darabja 3986 forint, EMOS csőtermosztát V5681 típusa. Van belőle több is, de nekem ez megfelelő. Ennek ez a lényege, hogy a termoelem kívül van rajta, tehát közvetlenül a termoelem érintkezik a hiszcsővel, pontosabban kapcsol ki és be a termosztát. Szerszám nélkül szétszedhető. Közelebbről a csőtermosztát rögzítő bilincse. Maga a termosztát 0-tól 90 fokig állítható. Kazánon 35-re állítom, így 40 foknál bekapcsol, és 25-nél ki, ami nekem tökéletes. És ez a termosztát tudja azt, hogy amikor a vegyes tüzelésen bekapcsolja a keringetőt, azzal egyidejűleg kikapcsolja a gázkazánt, majd fordítva. Tehát tudja vezérelni a vegyes tüzelésű kazánt is, és a gázkazánt is. Erről is lesz majd fenn egy videó a végén, hogy hogyan lehet a két kazánt összekötni. Könnyedén szétszedhető, egy nagy anya fogja össze a fedelet. Fontos, hogy bekötéskor árantolanítsuk a rendszert. Ne úgy, mint én, amikor a keringetőt cseréltem, azt elfelejtettem lekapcsolni az áramot, aztán jól meg is baszott. Ez a lényeg, hogy ez a termoelem kívül van rajta. Mert a többi termosztáton itt egy fedél van, egy lemez, és azon belül van magában benne a házba a termoelem, és ezért pontatlanul kapcsol ki és be. De az elemez sok hőt elvezet. Zöld visszajelzők, figyelni kell, hogy hány voltos, mivel 220-ra kötöm, ezért 220-nak kell lennie, mert van ebből sokféle 12, 24, 48, attól függ, hova szeretné az ember. Elmark típusú, ugye van többféle szín. Ezzel a hollanderrel lehet rögzíteni, mondjuk egy műanyag dobozba, két bekötés, pont fázis be, nulla ki. A búra letekerhető, akár ki lehet cserélni másik színűre is. A belsőben van egy ilyen fehér műanyag kupak, ami szerintem azért van, hogy tompítsa a fényt, mert így is elég erős fénye van, hogy az ember észrevegye. A videó végén megmutatom. És ebből van három. Állj meg az anyád Máriáját! Két termosztát és a három jelzőlámpa házhoz szállítással együtt 12.217 forint. Most lesz kettő tartalékba, mert ugye egy van fent, ami jelenleg működik. Akkor itt van a jelzőfény, jelzi, hogy üzemel a keringető, amit ugye a videóban látható csőtermosztát vezérel. A
annyi probléma volt a megrendeléssel, hogy megrendelés október 12-én történt egy szombati napon. A Lumtek feladta 15-én, tehát ez nem a Lumtek hibája, de hoznám csak 22-én ért ide, tehát egy hetet ült rajta a utálszolgálat. Most én nem tudom, ez a Mixpack meg a Sandy játszott ebbe szerepet, most hogy melyik ült rajta egy hetet, nem tudom, de ilyet nem szoktak a utálszolgálatok csinálni, hogy egy hétig ott van náluk a csomag. És nem mint a probléma lenne, mert nem volt sürgős, csak majd kezdtem aggódni, hogy ide ér, mert ugye a feladás és a megérkezés között nem szokott egy hét eltelni. Azt hittem elvesztett a csomag, de a lényeg, hogy ide ért, úgyhogy viszlát.